Szép estét kívánok! Önök az Erünk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Különleges ajándékozással kezdődött a nagytemplomi gyülekezet adventje. Visszakerült a gyülekezethez ugyanis az a feljegyzés, amelyet 1806-ban a híres prédikátor diószegi Sámuel írt. Az iratot sokáig elveszettnek hitték, amíg egy régiségvásáron fel nem bukkant. Advent első vasárnapján megtelt a nagy templom. Az istentiszteleten Pál apostol szeretet himnuszát olvasták fel, hiszen közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Szeretet nélkül nem lehet teljes az élet. Szeretetnek óriási ereje van abban, hogy az ember lelkileg egészséges legyen, mert a szeretet gyógyít, a szeretet erőt ad. Szeretet nélkül minden ház üres, és minden város lakatlan, ahogyan mondja a népszerű sláger egyik sora. És az egyházban olyan természetes dolog számunkra, hogy a szeretetről beszélünk. Minden prédikációban elhangzik, Isten szeret bennünket. Ennek a szeretetnek egyik jeleként különleges ajándékot kapott a gyülekezet. Emlékeztető láda, ez a címe annak az iratnak, amelyet a nagy templom építésekor saját kézzel írt diószegi Sámuel. A feljegyzésben az előző templomok történetét és a gyülekezet életét mutatja be a híres prédikátor. Az iratot 1806-ban az épülő nagy templom keleti tornyában helyezték el, aztán évszázadokig senki nem tudott róla. Kossa Lajos országgyűlési képviselő véletlenül bukkant rá egy régiségvásáron, ahogy mondta, csak azért került hozzá, mert régi debreceni feljegyzés. Ha ez a papír beszélni tudna, akkor nem csak a benne foglaltat tények, érdekességekről tudna beszélni, hanem arról is, hogy vajon milyen kalandos útja volt ez egészen addig, amíg az én kezeim közé került. Sajnos 1806-tól egészen 2008-ig én sem tudtam semmit arról, hogy ez az irat egyáltalán létezik. A felbecsülhetetlen értékű dokumentum aztán évekig a képviselőkönyvtárában volt. A közelmúltban került a kezébe, és amikor elolvasta, jött rá, hogy mit is vásárolt. Az irat feltehetően az egyik felújításkor tűnt el. Előkerülése azért is nagy érték, mert a presbiteri feljegyzések szerint egykoron két példányban készült. Az egyik került a toronyba, a másikat a gyülekezet irattárába kellett volna megőrizni. A tiszántúli református egyházkeret levéltárában őrzött debreceni egyházközség iratai között ez nem található. Ezért is különös öröm számunkra, hogy oda kerül vissza ez az irat, ahonnan származott, akiké ez az irat, és nem véletlen az sem, hogy egy szűk évvel azelőtt, hogy ennek a templomnak a jelenlegi állapotában a felépítésének a 200 éves jubileumát ünnepelhetjük. Ez jövőre lesz. Diószegi Sámuel már nem érhette meg a nagy templom 1819-es átadását, feljegyzése viszont most visszakerült az egyházhoz. A felbecsülhetetlen értékű dokumentumról másolat készül, az a nagy templom történeti gyűjteményébe, az eredeti pedig az egyházkerület levéltárába kerül. Köszöntöm a stúdióban van Zsigmond Esperes urat, szép estét kívánok, áldás békesség! Jó estét kívánok, áldás békesség! Jó volt látni az előző pillanatokban, ajándékozással indult az önök adventje. Mi meg már itt szimbolikusan meggyűjtöttük a második gyertyát. Haladunk egyre közelebb és közelebb a szeretet kiteljesedésének ünnepéhez, karácsonyhoz. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, és megérkezik, testet ölt az Isten. Viszont az elmúlt napokban egy igen érdekes felvetést hallottam ezzel kapcsolatosan, hogy mindaz, amit most élünk adventben, várakozva, vágyakozva, az egy nagyon törékeny időszak. Törékenynek nevezte a lelkész egy prédikációban az elmúlt vasárnap, mert hogy ma mi 21. századi emberek csak úgy elrohanunk, elsietjük, elkapkodjuk, a felgyorsult világ szokták közhelyesen mondani, igaz az adventre is. Mégis ebben kell magunkat megtalálni. Mi a helyes út? Hogyan tudjuk magunkat ebben a rohanó világban megtalálni, hogy az adventünk igazi advent legyen? Hát igen, valóban az adventi törékenység, az egy nagyon jellemző, igaz kifejezése annak a helyzetnek, amely itt a
21. század elején élő emberiségre, közelebbről a magyar emberekre is jellemző, hiszen az elmúlt századokban épp úgy, mint a jelenben, az advent lényege valóban a várakozás volt, és a várakozás ma is. De ebben a lihegő sietségtől rettegő világunkban, ahol óriási, gigantikus plakátok, hatalmas hirdetések buzdítanak bennünket arra, hogy minél többet vegyünk, minél nagyobb tempóban történjen felgyorsulva az adventi időszak az életünkben, mielőtt elérkeznénk karácsonyhoz. Ez mindenről szól, csak nem a várakozásról. És nem csoda az, ha úgy érkezünk meg a karácsonyi ünnepekre, hogy ki vagyunk fáradva, és csak úgy bebukunk a családba. Csak úgy elérkezünk ahhoz a naphoz, aminek tényleg megszenteltnek, bensőségesnek, szépnek és nem lefárasztottnak kellett volna lennie. Meg vagyok arról győződve, hogy azok az emberek, akik tudnak várni, azok a kisebbséghez tartoznak a mai világunkban. Hiszen mi mindent olyan gyorsan akarunk elérni és megszerezni. Azonnal akarunk enni, inni, szórakozni, sőt, még azokat az értékeket, amelyek különlegesek a kapcsolatteremtésben, is azonnal akarjuk. Azonnal akarunk egy kapcsolatot megteremteni, vagy azt megszüntetni. Pedig aki nem tud várni, az nem látja meg a csodát. Az nem szembesül a beteljesedéssel. Hiszen ahhoz, hogy termés legyen, ahhoz, hogy a gyümölcs megérjen, ahhoz időre van szükség, ahhoz várni kell. Van egy nagyon szép, érdekes afrikai, etióp közmondás, hogy aki nem siet, az megláthatja, hogyan nő lába a tojásnak. Hát valóban lába nőjett a tojásnak, ha majd kis csibe lesz belőle, de azt ki kell várni. Ahhoz türelemre van szükség. Én talán az adventi időszakban, ha szabad így csoportosítani az embereket, ezt tudnám mondani, hogy vannak olyan emberek, akik még nem várnak. Vannak olyanok, akik már nem várnak. Vannak olyanok, akik rosszul várnak, és végül vannak olyanok, akik jól várakoznak. Azok az emberek, akik még nem várnak, azokhoz nem jutott el az örömhír. Azoknak a várakozása csak egyik pillanatról a másikra terjed. Valamit el akarnak érni, meg akarnak valósítani, és ha túl vannak rajta, jön a következő, de nincs távlat a várakozásukban. Ez egy küldetés a mi részünkről. A jelenkorunk európai, meg mondjuk ki, magyar embere felé is, hiszen egy új pogánysággal nézünk szembe, hogy eljuttassuk az örömhírt, sokszor nem is szavakkal, hanem élet felmutatással, életfolytatásnak a példaként történő felmutatásával feléjük. Azután vannak olyan emberek, akik már nem várnak semmire. Sokan tartoznak sajnos ebbe a kategóriába is, ha lehet így fogalmaznom, akik már úgymond mindenen túl vannak, ők már mindent kipróbáltak, nekik már nincs semmi új, ők már nem tudnak semmiért lelkesedni, nem tudnak semmire várni. Mindenen túl vagyunk. Cínikusok. Szomorú az, hogyha valaki ebbe a kategóriába tartozik. És vannak olyan, akik rosszul várnak, várják az ötöst a lottó, jó azt várni, szó se róla, de nem biztos, hogy ez jófajta várakozás. Vagy várnak olyat, ami nem fog beteljesedni, és nem fog megvalósulni. És végül vannak olyan emberek, akik várakoznak, és jól várnak. Akik éppen ezért a várakozásukban tudnak csendben lenni. Tudnak figyelni arra, akire várnak. Mert nem valamit várunk, hanem valakire várunk. Az egyik 18. századbeli prédikátor, Erdélyben éltő, úgy fogalmazta meg az advent 4 vasárnapnak a titkát, hogy az első vasárnap azt jelképezi, hogy az első adventi várakozás betelt. Azaz, amit a proféták megígértek, akit évezredeken keresztül Isten megígért, azt ő elküldte, egyszülött fiát, Jézus Krisztus, aki megszületett Betlehemben. Ez beteljesedett.
advent második vasárnapja, ami most következik majd vasárnap, az pedig arra utal, hogy valaki személyesen az én életemben megszületik, akit én várok. Az betölti a szívemet, megszületik az életemben Jézus Krisztus. Azaz mi így fogalmazzuk, hogy megtér az az ember, kiteljesedik az élete. A harmadik adventi vasárnap pedig arra utal, amikor véget ér a földi életútunk, elő vagy utóbb. Sokszor akármilyen hosszú időt élünk, és nagyon gyorsan elkövetkezik. Az az utolsó pillanat. Akkor az érkezik meg az életünkben, akihez megyünk, aki ránk vár. És végül a adventi negyedik vasárnap pedig arra utal, hogy ő, akire várunk, ebben a második adventben vissza fog jönni, ítélni eleveneket és holtakat. És ez nem félelemmel, hanem reménységgel és örömmel tölteti be a szívünket. Az is egy nagyon érdekes gondolat, hogy csak azt tud várni, akire várnak. Hogy kezdődött az életünk? Hogy vártak ránk. Szoktuk még ma is mondani, hogy várandós anyukák. Azaz várnak a gyermekre. És a jelenkorunkban nagyon jól tudjuk, hogy a lélektan kutatói felfedezték azt a tényt, hogy az ember élete döntő módon attól függ, és az határozza meg, hogy hogyan vártak rá, mielőtt még megszületett volna. És ez valóban így van. Akire nem várnak, aki nem várt gyerek, azzal nagyon sok probléma történik az életében. Ez pszichésen, tudat alatt beleivódik a lelkébe, hogy rám nem vártak. És ebbe bele lehet lelkileg, de testileg is pusztulni. Nem olyan régen olvastam egy nagyon érdekes memoárt, egy anarchista naplója, ez a címe. Beszámol ez az ember arról, hogy börtönbüntetését töltötte Amerikában, New Yorkban, egy mágnást akart meggyilkolni, de nem sikerült neki, mégis elítélték. És leírja nagyon szépen részletesen ebben a naplóban azt, hogy ha ő nem tudta volna, hogy kint néhány barátja vár rá, akkor nem bírta volna elviselni a börtön éveknek a megpróbáltatását. Nem kell ilyen messzire menni, mert tavaly is a debreceni büntetés végrehajtó intézetben voltunk, és ott is ugyanezt tapasztaltam és éltem át. Aki tudja, hogy vár rá a felesége, a gyermeke, a családja, abban ott a reménység, ott a kitartás, várnak rám. Mi pedig azt tudjuk, hogy Isten is vár ránk. Ez a csodája, ez a titka az emberi életnek, hogy rám is várnak. És ha ez úgy tudatosul bennünk, akkor valóban igazi adventünk van, és akkor nem úgy lesz, hogy hát valahogy eltelik az idő karácsonyig, hanem betelik az idő. Ez egy minősített idő az adventi várakozásnak az ideje. És akkor nem törékeny lesz, hanem valós várakozás, és nem vágyakozás. Mert ha vágyakozásba csap át, abban a pillanatban mégiscsak törékenyé válik. Na most... ennek a felmutatása, ennek az odaadása, ennek az átadása, hogy nyilván nem a hordóra áll rá az ember az utca sarkán és kiabál, mint tette egykor Pál, hanem hirdetni, hogy az Isten szeretett, és ezt szeretné továbbadni. Látjuk, a város átalakul, a város megváltozik, főleg a nagy templom előtti tér megváltozik, és érdekes tapasztalás végigmenni, és azt a sok-sok színt látni, azt a sok-sok forgatagot látni, és mégis zajt látni, bár ott lassabban sétálnak az emberek, de az a csendesség, ahogy most Esperes úr fogalmazott, az egy picit úgy hiányzik. Ebben a közegben, ebben a felbojdulásban hogyan tudja az ember jól hallatni, a keresztény ember, a Krisztus követő ember jól hallatni a szavát? Hogy tud oda szólni, oda fordulni, hogy ember van egy sokkal fontosabb üzenet annál, mint hogy most megálljál, vásároljál, igyál egy puncsot, vagy éppen felszálljál a nagy kerékre? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én úgy gondolom, hogy ez csak egyféle módon lehetséges, mégpedig a személyes bizonyságtétel útján. Mert a mi hitünk és a mi vallásunk, amely megmutatkozik, az nem olyan, mint
mint mondjuk egy másfajta világvallás, ahol hangszórókon keresztül ki lehet hirdetni utcára, hogy most mi történik. Nem hiszem, hogy ennek lenne foganatja, és én nem is tudok bízni abban a formátumban és módszerben, hogyha valaki kiáll az út szélére, és akkor elkezdi kiabálni, hogy Isten szeret, ami igaz, persze, hogy szeret az Isten, de nem biztos, hogy ezt a piac szintjének a likácsoló hangjára kell lesüllyeszteni, hanem az Isten szeretete az benne van egy kedves odafigyelésben. Egy olyan kérdésben, akivel talán régen találkoztam, és tényleg, hogy meghökkenek, hogy most ő jön velem szembe itt éppen a bódék között, hogy hogy vagy, mi van veled? És odafigyelek arra, amit mond. Mert manapság nagyon gyakran pont az ellenkezője történik, hogy megkérdezem, hogy hogy van, de hogy mit válaszol, nem is érdekel. Megyek tovább. És a hitünknek a megélése az a legnehezebb, és mégis a legmélyebb abban a kicsiny közösségben, amelyben élünk. Hát lehet az nagy is, 5-6 gyermekes család, mert milyen kis elég nagy család, de egy házaspárnak, egy házasságban, egy kisebb-nagyobb családban, és utána a gyülekezet családjában, hogy tudjuk ott a közösségben együtt megélni azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és tudunk csendben lenni. A csend egy furcsa dolog, nagyon furcsa dolga az ember életének, hiszen a csend az nem tétlenség. Sokszor azt gondoljuk, hogy csendben lenni az azt jelenti, hogy tétlen vagyok, néma vagyok, nem csinálok semmit. A csend az egy nagyon aktív várakozás is, feszült várakozás arra, aki az én csendemet betöltheti. A csend az nem önmagáért való dolog. Éppen ezért én nem ítélem el, részben még örülök is annak, hogy ott van a nagy templom előtt ez az obriáskerék, bár tudom, hogy engem is támadnak, mondják, mi engedtük meg. Nem erről van szó, hanem arról, hogy mi mindannyian, akár az óriáskeréken ülünk, akár ott vásárolunk, akár a templom előtt állunk, vagy éppen bemegyünk a templomban, Isten gyermekei vagyunk. Vannak olyanok, akik tudnak erről, és ez tudatos bennük, és nagyon sokan vannak olyanok, akik erről nem tudnak. Jó dolog az, hogyha ezt valamilyen módon tudjuk bennük tudatosítani. Ehhez türelem kell, ehhez valóban szeretet kell, ehhez a másik megértése és elfogadása kell, amely egyre nehezebb ebben a mai világunkban, úgy gondolom. Beszélgetésünk végéhez közeledve tudom, hogy Esperes úr hozott egy ajándékot nekünk, úgyhogy most megkérem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Arra gondoltam, hogy ennek a beszélgetésnek a végén Pilinszky Jánosnak van egy nagyon szép írása a várakozás szentségéről, és ez valóban az adventnek a lényegéről szól, hogy ő ezt megfogalmazta egykor. Jézus születésére várakozunk. Arra, ami már réges-régen megtörtént. Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő, három, múlt, jelen és jövő, látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen, de nem a mélyben. Ott a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és az igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. Az adventi várakozás lényege szerint várakozás arra, aki van. Ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás azután, aki van, aki a miénk. Advent idején mi arra várakozunk, és azután vágyódhatunk, ami megtörtént, és akit 2000 esztendeje jó-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána, várakozunk rá, és ezzel módunkban áll kiemelkedni az időből. Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet
mindennél valóságosabban vágyakozik azután, akit magához ölel, és örök újszülöttként a karja között tart. Én azt kívánom, hogy ilyen vágyakozó lélekkel készüljünk a karácsonyi szentünnepekre. Esperes úr, hálásan köszönjük. Adjon Isten, hogy tényleg így éljék meg. Mindazok, akik hallották, nem csak akik hallották, mindazok, akik élik és várják ezt a csodát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. A második korintusi levélből szól Istennek az igéje Olá István lelkész tolmácsolásában. Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Pál apostolnak a második korintusi leveléből olvasom az igét, annak 8. fejezetéből a 9. verset, ahol így van megírva Istennek igéje. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. December 6-a reggele, nekem nagyon kedves, ugyanis ilyenkor nem kell ébresztenem külön a gyermekeimet, hanem egyből reggel, ahogy megcsörren az óra, kipattan a szemük, és szinte repülnek, rohannak az ablak felé, keresik az ajándékokat, keresik azt, hogy mit hozott nekik a Mikulás, és amikor meglátják, hogy bizony-bizony van a kitisztított cipőben, csizmában ajándék, akkor egyből szinte feltépik a csomagokat, és keresik benne a jófajta édességeket, vagy éppen ajándékokat. És ez nekem szülőként is nagyon fontos pillanat, hiszen látom a szemükben a csillogó örömöt, látom rajtuk a hálás tekintetet, azt, hogy azt érzik, hogy igen, ők egész évben jó gyerekek voltak, és megkapták azt az ajándékot, amit megérdemelnek, és igazán tudnak örülni a csodának, hisznek a jóságban. És azt gondolom, ebben az időszakban valahol ez tükröződik a mi lelkünknek, felnőtt léleknek a vágyakozása is ott van a gyermekek szemében, mert mi is akarunk hinni. Hinni akarunk a csodában, hinni akarunk a jóságban. És ebben az adventi időszakban különösképpen is szeretnénk igazi ünnepet teremteni, varázsolni magunk köré. És azt gondoljuk, azt hiszük, hogy ezt emberi eszközökkel is meg tudjuk tenni, hiszen megvan minden hozzá. Itt van az adventi vásár, itt vannak a csillogó fények, itt vannak az adventi bevásárlások, előkészületek. Gondolkozunk azon, hogy mi legyen a vacsora asztalon majd karácsony szent este. Gondolkozunk azon, hogy milyen jó lesz együtt díszíteni fel a karácsonyfát, és szinte már olykor versengünk azon, mintha valaki pontozná azt, hogy milyen lesz a mi karácsonyunk, hogyan tudunk készülni rá, és hát valljuk meg őszintén, sokszor fáradtan érkezünk meg az ünnephez. De a mi Urunk Istenünk nem akar ilyennek látni bennünket. Mert ő azt mondja, hogy sokkal többről szól az ünnep, sokkal többről szól a karácsony. Nem a külsőségek fogják megteremteni számunkra azt, hogy milyen lesz az ünnep. Ugye ebben az igében Pál apostol felhívja a korintusi gyülekezetnek a figyelmét Jézus Krisztusnak a szegénységére, amely által meggazdagított bennünket. Hogyan érti ezt az apostol? Ismerjük Jézus Krisztusnak az életét. Hogyan érkezett ebbe a világba? Egy szegényes környezetbe, egy istálóba, egy jászolvölcsőbe született meg. Egész életében nem volt egyebe, szinte csak az a ruha, ami rajta volt. Sőt, a keresztre feszítő katonák még azt a köntöst is levették róla, azt a köpenyt, és végül ebből a világból úgy távozott, hogy semmilyen nem volt. És olykor panaszkodott is az ő tanítványainak, hogy az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Mégis Jézus Krisztus nem volt szegény. Ezt nem lehet rámondani, hiszen mindig tudott adni. Mindig tudott adni a hozzátérőnek. Adott reménységet, adott a betegnek gyógyulást, a gyászolót megvigasztalta, a bűnösnek bűnbocsánatot hirdetett, mindig tudott adni Istennek gazdagságából, Isten meggazdagító szeretetéből. És azt gondolom, ebben az ünnepben, ezen az ünnepen nekünk és mindannyiunknak erre a meggazdagító szeretetre van szükségünk. Én hiszem azt, hogy azok az emberek tudnak igazán adni, akik részesülnek ebben a gazdagságban. Mert az ünnep
szépség, az ünnep fénye nem a pénztárca nagyságán fog múlni, hanem azon, hogy mivel van csordult igaz szívünk, mert abból adunk mi is. Adunk szeretteink felé, családtagjaink felé, munkatársak baráti kör felé, meglátszik rajtunk az, hogy nekünk szerető Istenünk van. Én kívánom azt mindenkinek, hogy ezen az ünnepen élje meg és tapasztalja meg Isten nekem a nagy szeretetét. Ebben a szeretetben készüljön az ünnepre, és hiszem azt, hogy mindannyiunknak áldott, békés, boldog ünnepe lesz. Így legyen. Amen. Eddig tartott mai adásunk. Jövő héten december 13-án a Római Katolikus Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!